nagyon nagy örömmel jöttem ehhez a felvételhez. A mindennapi életünk, ami most naponta ér bennünket, arra enged következtetni, hogy szüksége van az embereknek arra, hogy meghallgassák másoknak a véleményét. Nem véletlen kerültem ebbe a témához, mert 40 év egészségügyi háttérrel és 26 év egy japán természetes gyógymódokkal, Shaolin-völgyi kolostorból induló több ezer éves gyógyterápiával találkoztam, és nagyon sok olyan gondolattal találkoztam, ahol az embereknek az életét valamilyen módon segítenek megkönnyíteni. A keleti gyógyászat az azt mondja, elsősorban a japánok, hogy ha beteg vagy, te vagy az oka. Mi az, hogy nem vigyázol magadra? Mi az, hogy nem törődsz az egészségeddel? És miért nem oldod meg azokat a problémákat, ami a betegséghez vezet? És 6 éves gyereknél már akupresszúrás nyomásokat gyakorolnak, bizonyos fájdalmakat, bizonyos megoldással, hogy hol kell nyomni, és miért, és hogy készülnek. Hogyha valami komolyabb betegségük lenne, akkor nyilván orvos. Na most ezeket átgondolva az egészségügyi múltamra való tekintettel, egy kicsit fönntartással fogadtam, de amikor rájöttem, hogy mit mond a keleti gyógyászat, ne a betegséged akar meggyógyítani, keresd meg először az okát. Ha megvan az oka, akkor meg tudod oldani. De az az ember, aki nem akar meggyógyulni, ahhoz hiába beszélsz, annak teljesen mindegy. Én mai napon próbálok egy kicsit színessé tenni ezt a témakört, mert én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban, 2021-ben, két nagy csoport létezik, az egyik, aki átesett a COVID-fertőzésen, mindegy, hogy egy fél év vagy bármikor, a másik csoport, aki még úgy tudja, hogy nem. De ahhoz, hogy ehhez a betegséghez valamilyen módon hozzá tanácsot tudjak adni, először tudni kell, hogy mi az, ami az életünkhöz, a mindennapunkhoz tartozik. Tehát fölébredünk, és általában az az első, hogy kipattanunk az ágyból, és abban a pillanatban a medencénk, ahogy ráléptünk valamelyik lábra, a medence megmozdul. A medencén rajta a gerincoszlop, az nem fog így eldőlni, hanem elkezd valamilyen módon csavarodni. Na most ez menetrendszerűen tudnunk arra, hogy egy heverőrő mindig jobb oldalra lépek le. Nem kell hozzá egy-két hónap, és már a jobb medence följebb van, a csigolya nem dől el, hanem elkezd csavarodni. Mi ez a probléma? Nagyon egyszerű a dolog. A csigolyák közötti kis lengés csillapító, mögötte, hogy jönnek kifele a gerincelő csatornából az idegpályákhoz, valóban vezet. Azt mondja valaki, hogy hát én nem tudom, de zsibbad az ujjam meg, mit tudom én, hogy mit tudnánk vele csinálni. Nem, keressük meg, hogy miért zsibbad, tehát a hát 1-es, 2-es, 3-as csigolyát. Vagy itt most a Covid vírus miatt otthon vannak bezárva. Mit csinál? Nézi a gépet, nézi a telefon, előrehajolt. Tessék csak végig gondolni, hogy előrehajolt a lágyékhajlatnál kifutó idegpálya, ami a lábfejig végződik, azokat leszorítjuk a keringést is. Tehát ugyan a szív lenyomja, de visszafele már nehezebben tud jönni. Tehát mit csináltunk? Magunk zárjuk le a szervezetünknek a működését. Ezzel, hogy reggel kipattanunk az ágyból, és szinte megállás nélkül már rohanunk kávét és bármit készíteni, ezáltal a szervezetben egy olyan diszharmóniát csinálunk, ami miatt a kilépő idegpálya már szorul. Szorul a hasnyálmirigyhöz vezető és léphöz. Szorul a máj epéhöz, epehólyakhoz vezető. Szorulnak a vesé. Vagy nagyon egyszerű a dolog, hogy hú, már megint egész nap csak ezt a problémákat hallottam, kőkemény a vállam. Másik oldalt, lehet, hogy mába csak 2 deci vizet ittam, vagy fél litert, nem is tudom, lehet, hogy szomjas vagyok. Hihetetlen apró dolgokból tevődik össze a mindennapi életünknek a működése. Ezért a keleti gyógyászat azt mondja, mindennek alapja a medencén rajta fekvő csigolyasor. Tehát, hogyha ezt rendbe tartom, akkor a napom is másképpen indul. Vagyis fölültem az ágyon, csörög az óra, most mindegy, és fölállok, és körülbelül 2-3, számolok magamba 2-3-4-5, és már akkor lépek tovább. Tehát ebben a pillanatban a lábunk, a medencét alátámasztó két láb, már nem mozdul el a medence, hanem egyenletesen. Na most ezek után a következő, hogy visszaülhetünk az ágy szélére, és akkor nézzük meg, hogy
mi az, ami az egész rendszeremet helyre rakja. Ez az egészséges életmódnak a mozgás kategóriája. Miután ugye az a híres mondás, gondolom mások is hallották már, hogy mozgás az élet alapja. Ha nem mozgunk, a petesejt, ha nem osztódik, nincs tovább. Tehát ezek leáll a mozgás, leáll az élet. Most a legelső gondolat az, hogy tanuljunk meg arra, hogy nem ugrunk le az ágyról úgy, hogy egy lábra lépünk, hanem mind a két talpunkon rajta van a testsúly, és ebbe a pillanatban egy-két három már indulhatok tovább. A következő, hogy nézzük meg, hogy mi az, amivel beindítom én ezeket az egészséges életmódhoz tartozó dolgomat. Szépen a kezemet összetettem, hüvelykújat oda tettem az államhoz, nagy levegőt veszek, és kétszer behúztam. Majd oda tettem a következő mozdulattal az orromhoz a hüvelykujjamat, és a könyökvet most már összeérem, és kétszer meghúztam. Harmadik mozdulat, homlokomnál van a kezem, könyököm összeér, és megint ameddig lehet, ki tudom húzni. Majd elkezdem leszedni a cseresznyét, egyre följebb megyek, majd ezt is mögnyújtom hátrafele, tarkóra tettem a kezemet, egyszer fordulok, és ugyan már engem nem is érdekel. Na most ezzel a mozdulatsorral nem is gondolná, hogy mennyi minden funkciót elindított a szervezetünkbe. Elindította a mellkasnak azokat a mozdulat izom működését, ami egyébként a fekvés, tehát az ágyba való, vagy pihenéskor ellazuló izmok nem egészen úgy működtették. Hát ez így indulja a napunk, hogy mozgás. Úgy induljon napunk, hogy úgy állunk. És az összes többi az már egy másik rubrika. Tehát a keleti gyógyászat az nem azt mondja, hogy most valami bajod van, akkor én most, hát akkor most ezt így áll, ezt ügyél, tessék, mozgással indítsd a napodat, naponta legalább 2 liter folyadékot tessék meginni. Hát nem árulok el nagy titkot vele, nem tinédzser vagyok már, de 75 fölött vagyok, de ennek a következtében évek hosszú sora óta egy nagyon komoly szabályt betartok. És pedig az, hogy 8 korty, kerek óra 8 korty. Tehát amikor ezt a tornát megcsináltam, az a 8 korty nem műanyagban, üvegben van a heverő mellett, az a 8 korty, az körülbelül egy bögre víz, sima víz. Megittam. Elindultak a gyomorban lévő savaknak a fölhígítása egy kicsikét. Minden kerek órába 8 korty, azaz egy bögre folyadékot, a megisze és nem buborékosod, abban a pillanatban a szervezetnek az egyensúlya rendben van, és délután 3-4 óra körül már 2 liter folyadéknál tartok, még ha hozzáteszem a levest, akkor meg a kávét, akkor már biztos megvan a 2 liter. Ahhoz, hogy a szervezetemnek egyensúlyba kerüljön, ahhoz, hogy én bármilyen munkavégzést el tudjak végezni, ahhoz nekem a szervezetemben az egyensúlyba kell, hogy legyen. Ha a folyadéknyomásom egyensúlyban van, akkor egyensúlyban van a vérnyomásom, egyensúlyban kerül az agyhoz a vérellátás, és a nyomelemek eljutnak az agyunkhoz.